Tisztelt békésiek, hölgyeim és uraim! Ma 47 éve történt, hogy városunk sok küzdelem és próbatétel után visszakapta a városi rangját. Történelmi léptékkel szemlélve 47 esztendő egy település életében múló pillanat csupán, Békésváros sok száz éves történetéhez viszonyítva pedig valóban rövid időszaknak tűnik. Ám emberi léptékkel mérve az idő hol rohanó, hol alig vánszorgó sodrát, 47 év mégis több, mint egy emberöltő. Nekünk, a jelen emberének pedig valahol a kettő között, tehát a történelmi és az emberi lépték között egyensúlyozva kell szemlélnünk otthonunkat, lakóhelyünket. Szándékosan fogalmazok így, hiszen a kettő korán sem ugyanaz. Lakóhelyet bárhol találhatunk a nagyvilágban, ám otthon nem találni, hanem teremteni szoktunk magunknak, családunknak. Az otthon biztonságot, hagyományt, munkát és pihenést, de mindenek előtt közösséget jelent. Békés mindannyiunk otthona, ennek a közösségnek mindannyian a tagjai vagyunk. Mint minden közösség, úgy Békés életében is vannak fontos mérföldkövek, útelágazások épp úgy, mint leszállópályával és felívelő teljesítménnyel jellemezhető időszakok is. A várossá válás, helyesebben a városi cím 1973-as visszakapása sok mindent jelentett akkoriban. Elismerést és kihívást egyaránt. Elismerést, hiszen városunk a középkor óta képes volt meghatározó tényezőként részt venni a térség életében, túlélni nagy és pusztító megpróbáltatásokat. De ahogy mondottam, jelentett egyben kihívást is, hiszen a városi címmel együtt járt, és együtt jár ma is az ehhez rendelhető szerepkör betöltésével, a szellemi, kulturális, gazdasági élet mozgásban tartásával. A várossá nyilvánítás egy felívelő időszak kezdetét jelentette, és ezen időszak lendületét csupán a rendszerváltáshoz kötődő szabadrablás, vagyis a privatizáció tudta csupán megfékezni. Ám Békés végül megtalálta helyét az újjászerveződő országban, megtartotta járási központi pozícióját, és a polgári kormányzással összhangban sikerül a város helyzetét is stabilizálni. Elmondhatjuk tehát, hogy az 1973 óta bejárt pálya városunk életének, történetének egyik legösszetettebb, leghullámzóbb időszaka. Sokan vannak önök között, akik végigérték ezt az időszakot, de sokan vagyunk olyanok is, akik fiatalabbak lévén menet közben kapcsolódtunk be ebbe a küzdelembe. A várossá válás, ahogy az már elhangzott, elismerést, kitüntetést is jelentett, ezért hagyománnyá vált, hogy évről évre ezen a napon, április 15-én köszönjük meg mindazok munkáját, akik hozzájárultak Békés fejlődéséhez, közösségi, gazdasági és kulturális életének gyarapításához. Ám hagyományainkat a történelem írja, sőt, esetenként felül is írja azt. A jelenkor eseményei, a mindannyiunk által jól ismert és személyesen megélt járványügyi helyzet most éppen így szólt közbe, így vált mostani életünk legfőbb alakítójává. És mint ahogy legfontosabb keresztény ünnepünket, a húsvétot is másképp értük meg a közelmúltban, éppen úgy szükséges az is, hogy ma, várossáválásunk évfordulóján is, a jelenleg koncentrálva álljunk meg ezen ünnepélyes alkalomból. Fontos azonban tudnunk, hogy az ilyenkor hagyományos kitüntetések, elismerések nem merülnek feledésbe, csupán egy későbbi alkalommal születik róluk döntés, és kerülnek majd átadásra. Békés városa, akár egy jól megépített hajó, sok vihart ért meg a történelem háborgó tengerén. Sok vihart, mely bár megtépázhatta, ideig óráig eltéríthette az eredeti iránytól, de elsüllyeszteni sohasem tudta. Békés lakossága ezen megpróbáltatások közepette mindig közösségként és mindig összetartva állt helyt. Ez annál is inkább fontos, mivel városunk sem gazdasági, sem földrajzi szempontból nem tartozik a legelőnyösebb fekvésű települések közé. Ám egy város, egy közösség, ha úgy tetszik, a falak eleje, ahogyan már Gárdonyi is megmondta, nem a kőben vagyunk, hanem a védők lelkében. Amit nem tudtunk megoldani pénzzel, megoldottuk lélekkel, megoldottuk emberi erővel, akarattal, összefogással.
Az élhető város megteremtéséhez, hangulatához, az anyagiakon túl jelentős szerepet kapnak az intézmények, civil szervezetek által szervezett események. Évről évre szaporodnak a rendezvények, és ma már, nem tekintve a járványügyi helyzet miatt elmaradt eseményeket, elmondhattuk, hogy nem volt olyan hétvége békésen, amikor ne lett volna valamilyen társadalmi esemény. A várossá nyilvánítás kapcsán felmenő emlékezetes múlt, a ma körülöttünk megpróbáltatásaival és kihívásaival terhes jelen mellett itt van velünk, mint egy karnyújtásnyira a közös jövőnk is. Jelen pillanatban 10 nagy pályázat fut városunkban, mint egy 1,9 milliárd forint értékben. Előkészítés és benyújtás előtt áll 5 pályázatunk, melyek 1 milliárd forint pluszt jelenthetnek városunknak. Időnként megkérdezik tőlem, mi történt békésen, mi történt békéssel az elmúlt években, hogy sok az eredményes pályázat, mi az a plusz, ami folyamatosan mozgásban tartja a várost. A választ nem csupán a városházán kell keresnünk, tisztelt hölgyeim és uraim, és nem is a politika labirintusaiban. A választ azok az emberek tudnák megadni, akik ott voltak kulturális és szakmai rendezvényeinken, és ott vannak a civil szervezetekben, a város alkotó közösségeiben. Ott voltak, mint ahogy ott vannak ma is, hogy őstermelőként, kézművesként, vállalkozóként, vagy akár pedagógusként is bizonyítsanak, megmutathassák fáradtságos munkájuk gyümölcsét. Külön szeretném kiemelni a civil szférát, amely nem csupán gazdagabbá, szertágazóbbá vált békésen, de egyre nagyobb részt vállal a város életében, egyre komolyabb munkát végez annak érdekében, hogy élhetőbbé és versenyképesebbé tegye városunkat. Összesen több mint 80 civil szervezet kapott támogatást az önkormányzattól az elmúlt évben, mely a legtöbb esetben jelképes, de jelzi, hogy tudunk a tevékenységükről és értékeljük azt. Köszönöm nekik, hogy mellettünk állnak, hogy segítik törekvéseinket. A civil szervezetek, az erős családok és az összetartó közösségek azok, melyek előbbre vihetik egy település, így békés sorsát is. Ám a sors, mint lehetőség, csak munkával és összefogással válhat kézzel fogható valósággá. Ma, 2020 áprilisában ez a valóság valódi összetartozást és valódi fegyelmet követel mindannyiunktól, hiszen a történelem ismét próba elé állít minden közösséget. Lehetőségeink, terveink, vágyaink ma mind ott állnak a jelen próbatételei mögött. Hadd éljek városunkat tekintve ismét a jól megépített hajó hasonlatával, hiszen nem kell tapasztalt tengerésznek lennünk ahhoz, hogy tudjuk. A hajó minden része, minden porcikája életbevágóan fontos az adott helyzetben és pillanatban. Ha jó szelek fújnak, repülhetünk az erős vitorlás segítségével, de ha nem fúj a szél és kézbe vehetjük az evezőt, és haladhatunk a cél felé. Viszont ha vihar jön, óvni kell a vitorlát. Előtérbe kerülhet a horgony, mely biztos helyen tarthat bennünket, és a korlátok, melyek megakadályozzák, hogy az ár a fedélzetről a tengerbe sodorjon. Most, 2020. április 15-én az erős horgonyok és a stabil, észszerű, ám védelmező korlátok idejét éljük. Békésvárosa, akárcsak az egész kontinens és a nagyvilág, azért küzd, hogy megálljuk a helyünket ebben a viharban. Hála a rendelőintézetnek, házi orvosaink, szakorvosaink, egészségügyi dolgozóink a helyükön vannak, és felvették a küzdelmet a fenyegető veszéllyel. Hála a szociális szolgáltatóknak, a rászorulók segítséghez jutnak. Az elmúlt 47 év, de akár a több száz év tanulságai közül én ma azt az erőt, azt a kitartást, fegyelmezettséget ajánlom mindannyiunk figyelmébe, mely megtartott bennünket is békésiként, emberként, magyarként. Segítsünk egymásnak, figyeljünk egymásnak ezekben az időkben, amikor egy dolgunk van, szembehelyezkedni és helytállni a viharban. Maxim Gorki azt mondja, az élet legértékesebb órái azok, amikor az ember szembehelyezkedik az akadályokkal. Megköszönve munkájukat, támogatásukat, ezzel a gondolattal kívánok mindannyiunknak jó egészséget,
sok erőt és kitartást, városába tartsunk 47. évfordulóján.